Üdvözlöm a kedves túratársakat! Minden hosszabb éjszakákat is magába foglaló ott tartózkodás után következzen a szállás vélemény. Ezúttal sem maradhat el. Nos, három éjszakát töltöttünk a Fehér Sas panzióban, a Bánk úton, a Bükkben, és ez volt a szobánk. Na most tisztázok, hogy a szoba is nem apartman, tehát itt nincs főzési lehetőség és nincs hűtőszekrény. Ágyak száma összesen 4 darab. Ez egy dupla ágy. Ez is dupla, csak másféle térbeli elrendezésben. Volt televízió is. Itt tudtam meg, hogy 24-4-re elvertük a Új-Zélandot vízilabdába. Hát az igazság az, hogy a szoba ide beállok a tévé alá, hogy minden látszódjon. Így. A szoba nem volt túl tágas, nem egy táncterem. De ugye a Bükkben nem azért jön az ember, hogy itt meressze a valagát egész nap. Tehát arra, amire kellett, nagyon is megfelelt. Itt aludni. Egyéb iránt pedig, az látszik a falakon, még nincsenek szúnyogok elnyomva, hogy beszélgetés foszlányokból kiderült, hogy ez most volt frissen felújítva. Egyébként szúnyogok elnyomva nem is nagyon lesznek, de most nem tudom mennyire fókuszál rá a gép, lehet, hogy semennyire, de az ablakon szúnyogháló van. Tehát lehet nyitott ablakkal aludni, ami mondjuk így július táján nem éppen hátrányos. Nos, de a ruhákat elrakni volt bőven elég hely, mert szép nagy szekrény van. Ha valaki magával hozza a házi feladatot, akkor azt itt elvégezheti. Asztal is, székek is vannak, cipőtartó is van, és a fürdőszoba is teljesen felújított. Hoppá, kapcsoljunk egy villanyt. Csattant a foton a falon, ahogy a hatházi mondja. Nos, teljesen jó, működőképes, hideg-meleg víz, meleg is, és minden működött. Itt is szúnyog háló az ablakon, úgyhogy teljesen jó volt. Az ajtunk az, ami pont a lépcsőházban nyílt, így azért néha elég nagy volt a forgalom, ez picit behallatszott, de nem zavaró mértékkel. Aztán íme itt van a recepció, és ugye étterem is van. Még éppen a reggeli van felszolgálás alatt, és ilyen önkiszolgálós, svédasztalos a reggeli. Nagyon bőséges, és nagyon finom változatos. Aztán van egy társalgó helyiség is. És hát ez is nagyon szép tágas, meg gondolom a télen is kellemesen komfortos a hatalmas kályha miatt, de ezt most nem igazán használtuk ki. A konyháról még annyit, hogy egyébként nagyon jó. Nem túl hosszú az étlap, de van egy 6-8 féle főétel, és mind nagyon finom, és nem ez a szokványos rántott hús, rántott saj, tehát nem ez a kantinos étel, hanem tényleg finom és egyedi, speciális étele. Nem a legolcsóbb, de nem is nagyon drága. Szerintem árérték arányban prímán megéri. Van egyébként sajnos konferenciaterem is, most itt volt a Balfasz Selejt Kft-nek valami csapatépítője, akik néha éjszakában nyúlan tibornyáztak itt az udvaron. Hát ezt kihagyhattuk volna, de ez nyilván nem a szálló hibája, hanem a Kft-nek a neveletlenségéből adódik. Úgyhogy ha valaki csapatépítőt akar tartani, akkor fegyelmezze meg az embereit, és erre is van lehetőség itt. A hely egyébként teljesen gyerekbarát is. Itt egy hatalmas ilyen kidöglős játszótér van mögöttem. Ezt megmutatjuk közelebbről is. Van ilyen rönkvár, meg függőágyak, meg kiülő sörkert, meg pingpongasztal, és ilyen miniaturizált focipálya is. Mögöttem pedig egy kis kilátó, ami éppen két kis csávó gyakorlatozik, úgyhogy most éppen használatban van.
És itt is van egy babzsákos döglőhely. Ez nem pont nekem van kitalálva, azért alattam elég rozoga. De hát igen, ez a játszótér része. De egyébként azért másztam föl, hogy megmutassam, hogy milyen varázslatos környezetben található a szálló. Hatalmas fák ölelésében. Íme. Érkezéskor pedig ez a kép fogad minket. Íme a parkoló. Itt is éppen elég hely van, de ha mégsem, akkor a szálon kívül is nyugodtan lehet parkolni. Így már rengeteg hely lesz. A személyzet pedig nagyon kedves és barátságos. Kis anekdotákkal is szórakoztatnak, ha hogy szóba elegyedünk velük, meg tényleg tök rendesek. A Balfasz Kft-t is lerendezték, mikor randalíroztak. Úgyhogy igazából az összes többi vendégnek a javára tettek. Nos, mindent összevetve, az összkép nagyon pozitív, tudjuk ajánlani a helyet, és hogyha osztályozni kéne egy 1-től 10-es listán, akkor minimum egy 9 és felett megkapnának. És valószínű, még jövünk is ide. Na most összefoglalásképpen az itt tartózkodásunkra még azt tudom mondani, hogy a Bükk is egy nagyon hangulatos és nagyon kedves középhegység. Egyedüli hibája az, hogy nem körülbelül 5-600 méterrel magasabb. De ezen kívül minden tényleg tökéletes volt. Kicsit emlékeztet a Mátrára és kicsit emlékeztet a Bihar-hegységre is, olyan szelíd változatban, úgyhogy mindenképpen nagyon kellemes. A népsűrűség az nagyon gyér volt, mondjuk az is igaz, hogy nem hétvégén voltunk itt, hanem hétköznap, de szezonban. Tehát ugye egy-két emberrel lehet találkozni a túraösvényeken, de igazából ilyen könyöklés meg ilyesmi az nem volt. Az ösvények azok némelyik nagyon jó, nagyon szépen gondozott, van amelyik nem annyira, rengeteg a kullancs, erre vigyázni kell, és azért mindent meg lehet úgy találni, amit az ember keres. Úgyhogy jó volt, szép volt, még visszajövünk a viszontlátásra. Következzen akkor a legutolsó kis kiruccanásunk itt a Bükkben. A Bükk egyik fő látványossága következik. Fölöttem itt olvasható is a Kaptárkövek. Szomolyán vagyunk, ami azért elég majmok bolygója. Innen indul a túra. Felfedeztem, hogy a tanösvénynek van egy parkolója is, már a falunk kívül. Itt körülbelül, hát most ki mennyire bevállalós, mert az elég nagy gaz van ott a másik végén, de legalább egy 20-25 autónak van hely. Mert mindenki csak a Kaptárkövekre koncentrál, de van itt azért más is. Például tessék csak megnézni, ott van az a kilátó. Hogyha már ezt innen megláttuk, muszáj fölmásszunk. Nos, mint ez kiderült így közelebbről, ez a nagy völgy tető kilátó, amire valamilyen számomra kicsit érthetetlen megfontolásból az olasz zászlót tűzték ki. Ha csak nincs valamilyen ténylegesen olasz vonatkozása, akkor ez furcsa. Most megoldódott a zászló rejtély is, csak úgy csavarodott a póznára. Úgyhogy ez ilyen áruló zászló. Olasszá képezte át magát. Na de amit itt kapunk azért a... Most nem számoltuk, hogy hány lépcső volt, de szerintem 20-nál nem több. Tehát a 20 lépcső megmászásért mit is kapunk? Egyrészt a hegyek tengerét itt Karéban gyönyörűen a Bükk látszik, de igazából ez az alacsony Bükk. A nagy fennsíkból ott egészen hátul látszik ilyen sziklás oldalú cucc, az pedig nem más, mint amin már voltunk. A három kő, Tarkkő, a többi már kicsit ki van takarva, a Peskő, meg az Őrkő, meg a Bélkő, mondjuk ott nem is voltunk még. Másik fele pedig kicsit távolabb már, a homályba veszve, ott a kékes tömbje, meg hát ugye az egész Mátra gerinc nagyjából, a Gaja tömbje is látszik valamilyen szinten, kicsit homályosabban. Haladtunk az Alföld irányában, pedig vége láthatatlan szőlődombok.
Ugye ez még mindig az egri borvidék, tehát ezen ne is nagyon csodálkozzunk. A kilátó mellett pedig ilyen komplett ridegtartásos szórakoztató központ van. Gyereknek, felnőttnek lehet tüzet rakni, szalonát sütni, meg minden ilyesmi. Akkor ennyi, térjünk vissza a kaptárkövekhez. És kezdődjék az akció. A kaptárkövekhez vezető út végig napon van, ezt azért tessék figyelembe venni. Most nincs olyan borzasztó meleg, úgyhogy nem annyira vészes a helyzet, de mondjuk, hogyha ilyen 30 fok környéken járunk, akkor még ez a fehér mészköves felület még vissza is veri a meleget, úgyhogy nem a legegészségesebb. Egyébként pedig nagyon szép kilátás van az alacsony bükre, ilyen 5-600-as csúcsokra, ez a büknek a déli része. És a tanösvény bejáratát el se lehet téveszteni, igen impozánsra és szépen megépítették, és egyébként a kilátás sem túl rossz, itt a kapu fölött, hogyha elnézünk, akkor a kékes tető is bevillan. A tanösvény kiépítettsége egyébként továbbra is példás, és valószínűleg egészen új lehet, mert még a pát sem kopott le a padokról, asztalokról, és nem azért állok a kuka mellé, mert belevaló srác vagyok. A kaptárkövek egyébként a Vénhegyen találhatóak, és ebből is látszik, hogy a bükk azért nem teljesen mészkő, ugyanis a kaptárkövek riolit tufából alakultak ki. A természet formálta őket ilyenre, viszont a kicsi ablakokat már emberi kéz vájta beléjük. Egyébként 8 kaptárkő csoport van, legalábbis 8 olyan, amelyikbe ilyen kis ablakokat vájtak. Ez a 7-es most éppen, az előbbi volt a 8-as, de kaptárkövek egyébként máshol is találhatóak, a Pilisben, Visegrádi hegységben is, például a Holdvilágárokban is van ilyen. Az ötös kőben egyébként 20 ilyen kis fülke található, ilyen kis ablak, és ezek kőkori eredetűek, és valószínűleg áldozati oltárokként szerepeltek. De egyébként pont ebbe a kőbe találtak sokkal későbbi 13.-15. századi cserépmaradványokat is. Tehát később is volt valamilyen kultikus funkciójuk ezeknek a helyeknek. A legtöbb fülkét pedig a 4-es kőben találjuk, szám szerint összesen 48-at, és állítólag itt van a legnagyobb is, ami 112 cm magas, de már kicsit rongálódott. Én ezt most hirtelennyében nem látom, de tény az, hogy ez úgy néz ki, mint egy nagy darab ementális sajt. Amit még nem mondtam, a tanösvényt a piros háromszögön lehet végigkövetni. De egyébként itt az összes ösvény kiépített, tehát eltévedni lehetetlen. Az útvonal egyébként nagyon sok a pihenőhely, és ez jó is, mert érdemes egy ilyen ősi helyen elüldögélni egy picit, és belegondolni abba, hogy mi volt itt még a magyarok, meg szlávok, meg mindenki előtt. Jaj, bocsánat, természetesen a dákoromának már itt voltak. Egyébként a munkásököl, vasököl ide is lesújtott, mert az 50-es években a területen kőbányát nyitottak, ami a kaptárkövek egy részét tönkre is tette. Aztán a 60-as évekre végül is az emberek nyomására aztán mégiscsak előbb-utóbb természetvédelmi területén nyilvánították és befejezték a kőbányászást, úgyhogy ami már megmaradt, az most már reméljük, hogy meg is fog. Ennyi volt egyébként, ez egy nagyon rövid kicsi túra, inkább séta. Nagyon-nagyon szépen kiépített, tényleg nagyon fain tanösvényen. Mindenkinek, kisgyereknek, nagymamának is lehet ajánlani. Úgyhogy ez most ennyi volt, ennyi fért bele a visszaútba. A viszontlátásra legközelebb.